Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei adták az apropóját a mai összejövetelnek. Március 15-e az ünnep, de azt gondoltuk, hogy a mai napon így valamennyi iskolás és a település lakói együtt tudnak ünnepelni, úgyhogy ezért 14-én ünneplünk. Rendezvényünk kezdetén kérem, közösen énekeljük el a himnuszt. Köszönöm szépen. Felkérem Szító Sándor polgármester urat, mondja el az ünnepi beszédet. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az 1848-as forradalom 169. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Sosem tudhatjuk, hogy melyik lesz az a nap, amellyel történelmet ír a nemzet, és vele együtt mi magunk is, mint aktív részesei az eseményeknek. Úgy vélem, amikor 1848. március 15-én felkelt Petőfi Sándor, még ő sem tudta, hogy a nap végén a következő sorokat fogja feljegyezni naplójába. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Hogy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözellek, kimádkoztam és küzdöttem érted. Üdvözellek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Hazugság lenne azonban azt állítani, hogy egy reggel felébedünk, és minden előkészület nélkül a semmiből egyszer csak lesz egy március 15-i forgatag, melynek során a nép egy emberként áll ki, és harsogja a 12 pontot és a nemzeti dalt. 1848 kora tavaszán érezhető volt a változtatni akarás hangulata egész országunkban. Európa forrongott, a párizsi, majd a bécsi forradalom híre lázban tartotta az országot.
1848. március 11-én elkészült a 12 pont, március 13-án Petőfi megírta a nemzeti dalt. Március 15-ére Víradóra benne volt a cselekvés szikrája a levegőben. Azonban a robbanáshoz kellett a március ifjak bátorsága, akik ráéreztek a megfelelő pillanatra, és megragadták azt. A március ifjak többnyire 20 és 30 év között lévő fiatalok voltak, a legfiatalabb közöttük a csupán 16 esztendős Hatala Péter volt. Ezek a srácok talán nem is tudták, mit kockáztatnak, amikor a közösen kitalált cél elérésért harcba szálltak a császári tekintéllyel. A szabadság utáni vágy akkora volt bennük, hogy akkor, amikor a forradalomból szabadságharc kerekedett, akkor már együtt az egész nemzettel készen álltak az életüket kockáztatni érte. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti önállósághoz, a függetlenséghez. Hitük erre képes volt felébreszteni a közösségi szellemet, képes volt az egész országot összefogásra buzdítani. Már voltak különböző társadalmi célcsoportok, voltak különböző politikai álláspontok, de ezek a politikai álláspontok egyé kovácsolódtak össze. Volt egy igaz ügy, melyet mindenki válverve állt ki, egy emberként az ország szabadságáért, a politikai és a gazdasági függetlenség eléréséért. Mondják, egy nép akkor válik nemzetté, ha képes arra, hogy összefogjon és egyet akarjon. Ha a nehéz pillanatokban képes félretenni a sérelmeket, nézetkülönbségeket, a haragot, akkor képes egy nemzet lenni egy magasztosabb cél eléréséért. 1848-ban emberfeletti összefogással, közös elővel erre képesek voltunk és győztünk. Egyik európai nemzet sem tudta elérni a forradalmi hullám során azt, amit mi elértünk. Csak hinni szeretném, hogy ha eljönne újra az idő, akkor ismét megmutatnánk azt, hogy együtt, összefogva egy győztes nemzet vagyunk, még a vesztes csatában is. Tisztelt bianagybajomiak, tisztelt egybegyűltek! A történelem nem más, mint az emlékezésre méltó dolgok és cselekedetek számbavétele. Az ünnepek pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy újra és újra felidézzük a történéseket, és párhuzamot állítva múlt és jelen között levonjuk a tanulságokat. Nézzük hát, mit üzen nekünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc itt és most 2017-ben. Vajon mit üzenhet nekünk, késői magyaroknak a magyar szabadságharc története? Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák ki belőle, azt, hogy nekünk magyaroknak semmi sem sikerült, mert hiába küzdöttünk meg hősiesen a győzelemért, végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az országot magunknak, végül mégiscsak elvették tőlünk. Hiába szereztük vissza a szabadságunkat, végül csak rabság lett belőle. Igen, hangzik a gondolat sor végén. A következtetés, vesztes nép vagyunk. A hiába valóság nemzete, mindent tettünk, mindent cselekedettünk, minden diadalunk, amire büszkék lehetnénk, hiába való volt. De vajon így van-e ez, mindez? Vajon igaza van-e azoknak, akik a történelem nagy pillantaitól is, csak úgy, mint a hétköznapok küzdelmében önmaguktól, egyedül csak a látványos sikert fogadják el eredménynek? Nem csupán arról van-e szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami sokkal inkább civilizációs betegség, korunk egyik jellegzetes problémája, a gyorsan megtérülő és látványos haszon igénye. Hisz ami nem hoz hasznot, az mindenestől hiába való, vallják nagyon sokan. Korszakunk elanyagiasodott hétköznapjaiban a pénz beszél. Vannak dolgok, azonban amik eddig és ezután sem lesznek megvásárolhatóak. Ez pedig a becsület, a magyarság érzése, a nemzet iránt érzett felelősség. Úgy gondolom most, akik itt vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy aki pusztán csak a számokat látja, csak azt, hogy nyer vagy veszít valaki, az téves következtetéseket von le. Mert a történelem, a forradalom és szabadságharc valós története nem olvasható ki számokból. A számok nem tükrözik vissza mindazt, nem tükrözik vissza azt az érzést, amit akkor érezhettek elődeink, amikor mellőkre tűzték a pihos, fehér, zöld színű kokárdát, mely három szín azóta is
tért és időt áthidalva ugyanazt jelképezi a magyaroknak. A nemzeti hovatartozást, a nemzetért érzett felelősséget. És hogy miért volt sorsfordító ez a nap, 1848. március 15-e? Azért, mert ebben a végtelen, közösen megélt szabadságban született meg a magyar polgári nemzet. Innentől kezdve hazánk minden polgára a nemzethez tartozónak érezhette magát. Egyenlő jogokkal és közös teherviseléssel. Körülnézve ma Európában azt látjuk, hogy nincs még egy olyan nemzet, amelynek emlékezetében a 48-as forradalom ennyire elevenen és ennyire pozitívan élne, mint a mi emlékezetünkben. És ez nem véletlenül van így. A magyar forradalom ugyanis nem pusztított, nem rombolt, hanem alapokat teremtett. Ezeken az alapokon épül fel a mai polgári Magyarország, mindannyiunk Magyarországa. Egy kortárs amerikai író mondta a következőt. Szabadságodban áll meggondolnod magad, választhatsz másik jövőt, vagy másik múltat. Azt gondolom, mi magyarok nem akarunk másik múltat választani magunknak. Igaz ugyan, hogy az 1848-as forradalom mi tavasz háborús nyárba fordult át, igaz ugyan, hogy a szabadságharc elbukott, de bukásában sem hiszük egyetlen pillanatig sem, hogy értelmetlen lett volna. Mi magyarok más hősüket sem akarunk választani magunknak. 1848-49 hősei nagyszerű példát mutatnak nekünk. Az erőfeszítésük által, azáltal, hogy ők valamennyien Magyarország jövőjéért küzdöttek. Egy másik, egy szebb jövőjért. Magyarország jövőjéért imádkozott a márciusi forradalmi tömeg, Magyarország jövőjéről gondoskodott Széchenyi és Kossuth, Magyarország jövőjéért halt meg sok szabadságharcos. Voltak, akik másként áldozták fel magukat, a megtorlás éveiben várfogságban vagy emigrációban éltek, mások kényszersorozást viseltek el. Rájuk 1848-49 hőseire emlékezünk. Mi magyaroknak mind-mind szükségünk van rájuk. Tisztelt emlékezők! A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Ezek a mondatok Schweidl József honvédtábornok, az aradi vértanúk egyikének az utolsó szavai voltak 168 éve. De vajon most hány magyar gondol hasonlókat a globalizáló világunkról és szűkebb hazánkról, Magyarországról? Tegyük fel magunknak a kérdést, képesünk vagyunk-e arra, hogy ma, amikor annyi felé tépettünk, országunk polgárai megosztottak, amikor politikai manőverek áldozataként szétesik és szétfolyni látszik a nemzeti ügy, akkor itt és most hitet tudunk-e tenni közös küldetéstudatunkról, meggyőződésünkről, tudunk-e okulni a történelmi üzenetekből? Csak halkan jegyzem meg, szeretném azt hinni, hogy igen. Március 15, a polgári Magyarország születésnapja. Ez a dátum olyan mélyen beleívódott a történelmünkbe, a szívünkbe, hogy azt onnan senki sem tudja kitörölni. Évről évre megemlékezünk erről az ünnepről, és arról, hogy a kor ifjúsága kiharcolta nekünk ezt a születésnapot. Ez a nap hasonlít ahhoz, amikor a gyermekünk születésnapját ünnepeljük. A gyermekünkről gondoskodunk egész éven át, szeretjük, óvjuk, tanítjuk, felelősek vagyunk érte. Átadjuk neki mindazt, ami erőnkből kitelik. A születésnapján pedig megünnepeljük, hálát adunk érte. Tegyük ezt így a polgári Magyarországgal is. Kaptunk egy szabad és független Magyarországot, és kezükbe kaptuk egy követendő mintát. Azonban ezt a mintát, mint saját gyermekünket, óvnunk és védenünk kell, sőt küzdeni érte, ha úgy hozza az élet. Sok minden maradt, amiért meg kell vívni a mindennapi csatáinkat. Tegyünk rendet magunk körül, tartsuk szem előtt a fejlődés lehetőségét. Vállaljuk a felelősséget tetteinkért. A mi felelősségünk, hogy hogyan alakítjuk hazánkat, mely úton haladunk tovább, és mivé leszünk mi magunk is. Cselekedjünk úgy minden nap, teremtsünk olyan élhető hazát gyermekeinknek, hogy arra épp olyan büszkék lehessünk 169 év múlva, mint amilyen büszkék mi vagyunk a 169 évvel ezelőtt élt elődeinkre.
Ezen a napon álljunk meg egy picit, ne bíráskodjunk, hanem próbáljunk meg ezért örülni az ünnepnek. Emlékezzünk az 1848. márciusában történtekre, és ezzel párhuzamosan emlékezzünk saját sikereinkre, céljainkra, melyeket elértünk, és melyekért a saját életünkben harcoltunk, mert ezek az apró sikerek viszik szépen lassan előre az országot a fejlődés útján. Ezt tanítják meg nekünk ma 48-as hőseink. S végül soraimat Jókai Mór mondataival zárom. Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték. Köszönöm, hogy meghallgattak. Valamennyiünk nevében köszönöm szépen, és most a 7. osztályosok ünnepi műsora következik. Össze 4 betű, de talán nincs még szó, amely mögött annyi emlék, annyi érzés és annyi tett húzódnék meg. Azt mondom haza, s látom a falut, ahol születtem. Azt mondod, haza, s látod a síkságok zöldjét. Azt mondjuk haza, és képzeletünkben megelevelednek a történelem könyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. Lobogva lengeti zászlóinkat a friss márciusi szél, hőseinkre emlékezünk, kik meghaltak a hazánkért. Sok-sok évvel ezelőtt Petőfi Sándor szavalt, s buzdította harcra az ébredő magyar. Verse az ifjak szívében meghallgatásra talált, Kossuth Lajos seregében sok fiatal harcba szállt. Dobpergős csatákban ontották drága vérüket, szabad hazáért harcoltak, de végül minden elveszett. Emléküket megőrizzük, tetteiket nem feledjük, alázattal fejet hajtunk minden évben márciusnak irusán. 1848. februárjában, Párizsban 100 000 ember kelt föl a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel később Bécsben is kigyulladtak a forradalom lángjai, követte Berlin, a délvidék. Egész Európa forrom, de mit teszek közben a magyar nemzet? Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül a számotokra, nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimádkozott a szegény név siába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát ha most mint állat fizetti néktek, ha megrohan mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg. Ha nem mégse, atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten neve után legszentebb a nép neve, feleljünk meg becsülettel nékél. Legyünk nagyok, amint élünk mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézen ránk, s örömével, mindenható kezével, fejeinkre örök áldást tetézen.
Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad. Ha elveti kevésségét, címerét, s teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezem, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei minnyájan, egy lásznak szüksége van minnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok, az én nagy részét ébren töltöttem feleségemmel, azon tanácskoztunk, mit kellene tenni. A forradalom legelső lépése, és egyszer mint főkötelessége szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. A Pilvax kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai és sok száz egyetemista elfoglalta Lander elnyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtt egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdtszéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Szabadság, délután 3-ra gyűlést hirdettünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Estére már legalább 20 000 ember vonult zajongva a várba, hogy megnyissa a táncsisnak börtönajtaját. Az amaroknyi fiatal toborozta néhány óra alatt ezt a töménytelen népet. A nép diadalmenetben hozta Pestre a jobbágy felszabadítás vezérét, Táncsis Mihály. Pesten vér nélkül győzött a forradalom. Egy élénk fiúcska, akiben a lelket Isten már növeszti, aki már figyelget, és kezd számot adni arról, amit érez, így szólott apjához, édes szüleihez. Kedves apám lelkem, valamit nem értek, ha ti a hazáról, ti nagyok beszéltek. Szemetek jól láttam, majd könnyekben ázik, majd kigyullad, lángol, tüzesen szikrázik. Kedves apám, töröm a fejemet régen, mi hát az a haza, magyarázd meg nékem. A haza, ez a földhől világra jöttünk, a haza, ez az ég, mely ragyog fölöttünk. De hiszen az ég nagy, s mindenütt egyforma. A haza egy tájék, kéklőhegyek orma, minden, ami itt van, szívünknek drága. Levegője, napja, vize, rónasága, a virága réten, madár az ágon. De hiszen van szebb is a kerek világon, ha te, én, meg anyám messze vándorolnánk, mindenütt megélnénk, boldogok is volnánk. Van madár mindenhol, mely magasba lebben, úzdogál mindenhol, kis hal a vizekben, mindenütt van szép ház, mindenütt van bőség. Több a haza ennél, nagyság és dicsőség, öröm és gyász együtt. Nyomozultá válik, aki tőle elvették, és megsínli halálig. Nappal nincs nyugalma, és éjszakára rémek veszik el az álmát. Én nem sínlanék meg, mindenütt van játék, mindenütt van lepke. A haza fiacskám szívünk legszentebbje, oltár, mely előtt csak fejlehajtva a térden áldozik az ember. Ez gazdag, lehet szegény, lehet
Köszönjük szépen. Arra biztatom a gyerekeket, hogy vegyék fel a kabátokat, mert bár gyönyörűen süt a nap, azért egészen hűvös van. A felkészítő tanárok voltak Fejesné Agócs Renáta és Varga Andrea. Az ő nevükben is köszönjük a tapsot. Így van, lelkes készülés folyt a művelődési házba is, és itt a téren is. Az ünnepség folytatása majd a szózat eléneklése lesz, és aztán innen együtt vonulunk át végig a járdán a 48-as emlékműhöz, ami a községházával szemben van. Azt kérem, hogy akik koszorúznak, mi maradjunk egy bolyba, és a kezükbe is szeretném adni a koszorút, és itt még most, mikor mindenki hallja, elmondom azt is, hogy kik fognak koszorúzni. Tehát Bihar Nagybajom önkormányzata nevében Szító Sándor polgármester úr és Imre Erdő Szilvia jegyzőasszony, a Református Egyházközség nevében Nagyné Bakó Katalin lelkipásztor és Máté Lajos gondnok, a Szűcs Sándor AMK nevében Nagy Mária óvodavezető és Telegdi Sándorné könyvtáros, a Szűcs Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevében Víg Tiborné iskolaigazgató és Jóné Nemes Gabriella igazgatóhelyettes, a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ nevében Gazdag Endréné intézményvezető és Takács Alexandra, a Bihar Nagybajomi civil szervezetek nevében Máté Zoltán Lászlóné, a Nyugdíjas Klub elnöke, és Furka Albert, a Nyugdíjas Klub titkára, a Fidesz helyi szervezete nevében Bécsák István a szervezet elnöke, és az Éke helyi szervezete nevében pedig Nagy Krisztina. Tehát őket kérem majd, hogy a szózat eléneklése után vegyék magukhoz a koszorúkat, és akkor együtt az iskolások élén fogunk elsétálni a 48-as emlékműhöz. És akkor most az a kérésem, hogy közösen énekeljük el a szózatot. Szító Sándor polgármester úr és
Református Egyházközség nevében Nagyné Bakó Katalin lelkipásztor és Bagdi Antal főgondnok helyez el koszorút. Sándor AMK nevében Nagy Mária óvodavezető és Telegdi Sándorné könyvtáros. Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevében Víg Tiborné az iskola igazgatója és Jóné Nemes Gabriella igazgató helyettes koszorút helyez el. Az Szociális Alapszolgáltatási Központ nevében Gazdag Endréné intézményvezető és Takács Alexandra helyeznek el koszorút. A Bihar Nagybajomi civil szervezetek nevében Máté Zoltán Lászlóné, a Nyugdíjas Klub elnöke, és Furka Albert, a Nyugdíjas Klub titkára helyez el koszorút. A Fidesz helyi szervezete nevében Bécsák István helyez el koszorút. Az Éke helyi szervezete nevében Nagy Krisztina elnök és Nagy István helyez el koszorút.